Most itt az idő, hogy az egészségügyi dolgozóknak segítsünk. Két új autót és közel 500 kg gyümölcsöt kapott a Szent János Kórház. Az adományokat az egyik legnagyobb gépkocsi forgalmazó és az egyik élelmiszerüzletlánc ajánlotta fel a járványidőszakra való tekintettel. A járműveknek többek között a nővérek szállításában lesz kiemelt szerepük. Az intézménnyel korábban egyeztettünk, hogy mire van igazán szükségük, és egy személyszállító, illetve egy teherszállító autót adunk az intézmény részére. Az egyik egy szállító gépjármű, a másik pedig egy több személyes személyautó. Annak azt a funkciót tervezzük, hogy a fertőző osztályon a nővéreinknek ne tömegközlekedéssel kéne a nővérszállóig közlekedni, hanem az egyes váltásokat meg tudjuk oldani úgy, hogy hát ezzel a kis csapatszállítóval fogjuk szállítani őket a szállásaink, de onnan be a fertőző osztályunkra. Az autóértékesítő vállalat több egészségügyi intézmény számára ajánlott fel járművet, a Szent János Kórház mellett a Szent László Kórház is kapott adományt, és a későbbiekben szükség szerint további hasonló akcióba kezdenek. Az egészségügyi dolgozók létszámát figyelembe véve az élelmiszerüzletlánc közel 500 kg narancsot és almát ajánlott fel, hogy ők még inkább meg tudják őrizni és erősíteni immunrendszerüket. Az elmúlt héten indítottuk útjára egy programunkat, amely azt a célt szolgálja, hogy mi is kivegyük a részünket koronavírus járvány kapcsán. Így úgy döntöttünk, hogy azokat az egészségügyi intézményeket látogatjuk végig, ahol nagyon komoly küzdelmet folytatnak a koronavírussal fertőzött betegek meggyógyításáért. A kommunikációs igazgató kiemelte, ebben az időszakban fontos, hogy lehetőség szerint minden magyar vállalat cselekedjen az összefogás jegyében. Rengeteg felajánlást és adományt kapunk, ami egyébként a kollégáimnak és nekem is egy megerősítést ad, egy pozitív töltekezést, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Azok, akik akár civilként is valamilyen adományt szeretnének eljutatni a Szent János Kórházba, a kommunikációs osztály munkatársainál tudják jelezni szándékukat a kommunikáció@jánoskorház.hu e-mail címen keresztül. Munkahely elvesztése, kilátástalanság, bizonytalanság. Ezek azok a lelki megpróbáltatások, amikkel a járványidőszak alatt sokan küzdenek. Ennek orvoslása érdekében hozta létre lelki segélyvonalát a budavári önkormányzat. A mostanra kialakult krízisállapot váratlanul érte az embereket, ez a felkészületlenség pedig különböző mértékű lelki gondokat is okozott minden korosztályban. Teljesen másképp fogja megélni egy idős ember, aki a szeretettől és a törődéstől van depriválva, viszont akinek biztos az egzisztenciája, és teljesen másképp fogja megélni egy olyan fiatal, aki épp elveszett a munkáját. Vagy egy olyan anyuka, aki home office-ban dolgozik, és közben most éli meg először azt, hogy milyen az, amikor mind a három gyerek otthon van körülötte. A szakértők 6 különböző telefonszámon hívhatók, különböző időpontokban. Ha pedig nem tudják felvenni a telefont, később mindenképpen visszahívják a segítségre szorulókat. Vannak olyan kollégák, akik kifejezetten krízisre szakosodtak, van egy kollégánk, aki a Vörösiszap katasztrófa feldolgozásánál is részt vett, valamint kint volt az egyiptomi buszbaleset helyszínen is. Egy másik kollégám kifejezetten burnoutra specializálódott egészségügyi kiégett szakemberek hívását várja, szóval nagyjából ez a csapat. Az idősebbek számára azt javasolja a szakértő, hogy próbáljanak valamilyen otthoni elfoglaltságot találni maguknak, legyen szó keresztrejtvényről, olvasásról, számítógépes tevékenységről, vagy éppen kötésről, és minden nap szakítsanak időt legalább egy-két telefonbeszélgetésre, valamint otthoni testmozgásra is.